Rendőrségi légi bemutató és lovaspolgárőrök western műsora is várta a Tolna megyei polgárőr találkozóra kilátogatókat. 19. alkalommal szerveztek egésznapos programsorozatot a Tolna megyében szolgálatot teljesítő 67 egyesület tagjainak. Készfogás és a sluszkulcs átadása. Három megyei egyesület kapott új járőrautót a Tolna megyei rendőrfőkapitányságtól, hogy még hatékonyabban tudják ellátni a teljesen ingyen önként vállalt feladataikat. Széles János a Polgárőr Szervezetek Szövetségének Tolna megyei elnöke azt mondta, hogy a polgárőrök az elmúlt 10 évben minden korábbinál több támogatást kapnak, ez pedig szerinte azt jelzi, hogy a munkájukat a legmagasabb szinteken is elismerik. Számítunk rátok, önkormányzatok, vezetőtársak, társszervezetek, a polgárőrség jó értelemben megkerülhetetlen lett. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Tolna megyében működő polgárőr egyesületek hatékonysága országos szinten is kiemelkedően jónak számít. És nagyon nagyra értékelem, hogy konfliktusmentesen működik a megyében a Polgárőr Szövetség. Azt meg külön értékelem, hogy az elmúlt évben 10%-kal több közterületi szolgálatot végeztek a polgárőrök a korábbi évekhez képest. A megyei polgárőr napon több díjat és elismerést is átadtak azoknak a polgárőröknek és civileknek, akik sokat tettek az egyesületekért.